9 kórus mérhette össze tudását szerdán a Táncházban. 2 év kihagyás után a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében újra megrendezték a hangversenyt. 470 diák érkezett a Malom utcába azért, hogy a jó hangulatú délelőttön elkápráztassa a közönséget. Sok éves hagyománya van az Éneklő Ifjúság programnak, amiben a Székesfehérvár mindig nagy szerepet vállal. A pandémia időszak után nem nehezebben indulnak a kórusok, az együtteneklések, ezért egy fesztivál hangversenyt szerveztünk. Érkeztek kórusok a Kodály iskolából, a Telekiből, a Hermanból és a Ciszterciből is. Ez utóbbi csapat hangszeres kísérettel is színesítette az előadást. A 10. osztályos Ruf Dorka mindig szívesen vesz részt hasonló rendezvényeken. 5. korom óta éneklek a Ciszter kórusaiban, és amikor megrendezésre kerül, minden évben részt veszünk ilyen kórusversenyeken. Nagyon szeretek kórusban énekelni, mert nagyon fontos számomra, hogy együtt énekelhessek a barátaimmal, az iskolatársaimmal. Nagyon jó hangulatot teremt. A hagyományoktól eltérően ebben az évben nem minősítették a kórusokat, a neves zsűri csupán értékelte a fellépőket. Bár most nem kaptak aranyezüst, bronz besorolást, semmiféle ilyet, csak olyan értékelést, amiben dicséretet szeretnénk átnyújtani a kollégáknak és a gyerekeknek is, pontosan azért, mert a járvány miatt kimaradt egy csomó idő, és sajnos nem tudtak szemtől szembe próbálni, csak online. Az Éneklő Ifjúság az egyik legnagyobb hagyományú zenei rendezvény Magyarországon. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége és szakmai elődei már 1934 óta szervezi a hangversenyeket. Mára a program élő mozgalommá nőtte ki magát, melynek keretében számos kórus mutatkozhat be.